Jó napot kívánok mindenkinek, sok mindenki álma volt, talán még most is az, egy ilyen gyönyörű szép Opel Astra GSI, ennek a motorterébe kukkantottam bele, itt van dohog benne ez a kis méregzsák motor, fogyasztásban nagyon jó a fogyasztását, én is kipróbáltam, 9 liter körülre jött ki itt a városba, a dugóba, úgyhogy néha rá is léptem a gázra, és az élményt azt magamévá tettem. Legyen ez az önöké, majd jöjjenek be hozzánk itt az M3 autóparkba, ahol meg tudják nézni majd ezt a gyönyörű szép kis GST-t, egyedi megjelenésű a szerkezet. Ugye le van mortosítva az elején, mint láthatjuk, egyedi a tükrök rajta, és a kerekek is vannak újabb rajta, tehát új alufelni van az autón, illetve a fékek és a fékbetét is ugye új rajta. Az autó nincsen rozsda, nincsen összehorpasztva, összetörve, karcmentesnek is majdnem, hogy mondhatnám az autót, vigyáztak rá és költöttek rá igen rendesen, hiszen maga a fényezése közel 400 000 forintba került a gazdájának. No, és akkor van egy nagyon jó kis Supersprint kipufogó rajta, következőképpen dohog ez a kis szerkezet. De nagyon kellemes, különben a hang olyan mély és öblös. Az autó hátulját kinyitottam, és itt láthatjuk, hogy vannak benne hangszórók, illetve tettek be egy új Pioneer rádiót, amit az elejében meg is nézhető, hallható. Ezt ha becsukogatom, akkor bele is nézhetünk a belsejbe is még. Az autó 92-es évjáratú, elektromos ablakok és tükrök vannak rajta, ugye itt ezen a balkész felüli ajtón, eredeti helyett egy sportkormány van benne, ez a forgalmiába be van jegyezve ez a kisebb méretű sportos kormány. Illetve van itt egy jó kis sportos ülés, illetve kettő darab, hiszen a jobb oldali ülés is ugyanez a sportos ülés benne, amúgy nincs szétszakadva és nincsen szétülve az ülésünk. Amit még el tudunk róla mondani, egyedi a műszerfalon is, mint ahogy láthatják, illetve a világítás is. Háttérvilágítás egész jó pufa, sötétben igen kellemes látvány ez. Itt van a komputerek, különben az autónak is, itt az új Pioneer rádió. Egy ötös váltó, amit elfoglalja középpen a helyünket, a kipörgés gátunk pedig innen kikapcsolható. No, tehát a belső rendben van az autónak, szerintem kívülről is rendben van, úgyhogy egyedileg szép, jó fogyasztásra van, mondom, és 150 ló igazán repíti az embert, hogyha rálép a gázra, és mindehhez egy kellemes hang dorúzsol a fenekünk alatt. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltak, jönnek be hozzánk itt az M3 autóparkba, Budapesten vagyunk, a 15. kerület, Szent Mihály út 90 számban.